Afro kickback type of a game called the Kansas City Shuffle. Where as you look left, they fall right into a Kansas City Shuffle. Sziasztok srácok, én Vuzabbi vagyok, és ez itt most egy rendhajó videó lesz, ugyanis nem is olyan régen volt vlog ezen a csatornán, és tudjátok, hogy a vlogolás nem az én sportom, sokkal jobban szeretem a vágott tartalmakat és a streameket, de most muszáj vagyok kivételt tenni. Azért döntöttem úgy, hogy jelentkezem újra egy vloggal, kicsit kevesebb, mint egy hónappal azután, hogy megcsináltam az évértékelő vlogot, hogy elmondjam nektek a Twitch platformot, mint streaming platformot én szeretném elhagyni. Ez egy nagyon régóta tartó folyamat már nálam, higgyétek el, hogy a rengeteg ide gondolkoztam rajta, hogy szeretném már elhagyni a Twitch-et, mert és mindjárt kitérek az ingatokokra, hogy miért, de elsősorban azért, mert nem érzem magam jól a Twitch-en. Egyre jobban azt érzem, hogy nem szívesen streamelek a Twitch-en. Ennek nagyon sok oka van, erre mindjárt kitérek, de a streamek egyelőre változatlanul megmaradnak ugyanolyan ütemezésben, ahogy eddig is csináltam a Twitch-en, tehát este 6-tól este fél 10-ig, valamint pénteken délután 4-től este fél 8-ig fogok jelentkezni. Mégis hol? A YouTube-on. Itt, ahol te most kedves néző vagy, itt fogok streamelni, és a streamek, amiket majd itt megnézhettek, teljes egészében áttöltésre kerülnek a Vuzabbi Streamek csatornára. Úgyhogy ott lehet majd visszanézni, viszont az élő adások itt a Vuzabbi YouTube csatornán fognak menni. Ezek mondom ugyanúgy, ahogy ugyanabban az ütemezésben, amiben már megszokhattátok, tehát este lesznek streamek. Miért döntöttem amellett, hogy elhagyom a Twitch-et a YouTube Gamingért, úgymond, mert ez a YouTube streamer platformnak a hivatalos neve, hogy YouTube Gaming. Azért döntöttem így, srácok, mert a Twitch-től konkrétan már besokaltam. Nagyon sokan panaszkodtatok az iránt, hogy a Twitch-en rengeteg laggal találkoztatok, és nagyon rossz minőségben tudjátok csak nézni a streamjémet. Ez azt jelenti, hogy volt olyan köztetek, aki 160p-ben sem tudta már nézni a streamer, mert egyszerűen úgy akadozott neki az egész, hogy élvezhetetlenné vált. Most abban bele sem megyek, hogy egy 160p-ben nézett stream egy monitoron, az hogy néz ki, még egy kisebb telefonon is csúnya. A Twitch az Amazon tulajdonában áll, és az Amazon és a Twitch nem rendelkezik olyan nagy szerverparkkal, ami ki tudna szolgálni egy ekkora tömeget, ami a Twitch-en van. És ilyenkor ahelyett, hogy szervert bővítenének, ahelyett, hogy megpróbálnák a technológiát újítani, vagy esetleg megpróbálni a minőségen minél hamarabb javítani, ehelyett annyit csinálnak, hogy a nagyobb streamerek javára a kisebb streamerektől sávszélességet vonnak el, így a nagyobb streamerek problémamentesen tudnak streamelni, ahol ugye rengeteg bevételt termelnek a Twitchnek. A kisebb streamerek, akik egyébként sem termelnek sokat ennek a Twitchnek, azok meg így jártak, konkrétan streamelhetsz úgy a nézőidnek, hogy te streamelsz ugyan 1080p-ben, te küldöd a jelet a Twitchnek, csak a Twitch a te nézőidnek úgy adja vissza a te streamed, amiért te egy csomó mindent megtettél, hogy az szép legyen, és jó legyen, és minőségi legyen, hogy az élvezhetetlenné válik. Rengeteg errorral találkoztok, rengeteg laggal találkoztok. Összesen 27 e-mailt írtam a Twitchnek. 27-et. Nem csak ebben az ügyben, volt egy másik ügy is, amikor írogattam nekik, összesen egyetlen egy választ kaptam. Egyet. Ahol annyit írtak, hogy 8000 kilobit per szekundumról vegyek vissza 6000 kilobit per szekundumra, ezt tudnotok kell, hogy ezek a számok, amiket itt puffogtatnak a streamerek, hogy most 8000 kilobit per streamelek, vagy 6000 kilobit per streamelek, ez annyiban mutatkozik meg, hogy amikor te nézel egy streamet, és abban a streamben mondjuk tegyük fel, hogy Elden Ringezek, és felülök a lóra is, elkezdek gyorsan mozogni, biztos vagyok benne, hogy már többen láttátok, hogy összepixelesedik a kép. Ez azért van, mert ha 8000 kilobit per szekundummal streamelsz egy 1080p-s úgynevezett vászonra, akkor is pixelesedni fog a kép, hiszen gyorsan mozogsz, ez túl kevés. Tehát technikailag a Twitch egy konkrétan le van maradva egy 10 évvel a YouTube-hoz képest. De erre mindjárt rátérek, hogy miért mondom ezt. Összesen 1080p-ben lehet streamelni. Pixelesednek a streamek, ha gyorsan mozgok. Ez rendben is van. Oké, legyen így, én azt mondom, így is lehet élvezni egy streamet. Számtalan streamet lehet látni olyat, aminek nem a minősége jó, hanem egyszerűen jól lehet szórakozni. De az, hogy tulajdonképpen már 1080p-t sem tudják garantálni a kisebb streamereknek, mint amilyen én is vagyok, az engem már nagyon-nagyon taszít az egésztől. Ezzel együtt a moderálásért felelős csapattal egyáltalán nem vagyok kibékülve. Én hiába kerestem őket, hiába írtam nekik, le se tojtak. Amikor már angolul írtam, és már egy egészen más helyről megkerülve az egészet, akkor kaptam egy választ. Ezek olyan dolgok, srácok, amire nem nagyon tudok mit mondani. Gondolom, hogy a YouTube-on sem lesz sokkal jobb a support, de őszintén megmondom nektek, a Twitch-en igazából már idáig vagyok. Ez mind a Twitch hibája.
amit én elmondtam. Viszont én is hibás vagyok abban a részben, srácok, hogy maga a platform az nem nekem való. A Twitch az akkor működik jól, te akkor tudsz a Twitchen, akkor tudod a Twitchen megtalálni a te saját közönséged, hogyha te rengeteget streamelsz. Tehát ezt képzeljétek el, hogy nekem kéne streamelni naponta 6-8-10 órát ahhoz, hogy az audienciát azt fel tudjam építeni. Így tudna a csatorna nőni. Mert a Twitch az egy nagyon rossz keresőmotorral rendelkezik, és a Twitch mindig azokat a streamereket javasolja elsősorban neked, akiket amúgy is sokan néznek. Tehát van egy csatornán 100, 150, 200, 300, 1000, 3000, 5000, 10000 néző, azokat első körben ajánlani fogja neked, hogy azt nézd, mert jó sokan vannak ott, tehát nézd azt. Ez rendben is van így, én megértem. A Twitch egy cég. Nyilvánvalóan azt csinálnak, mint akarnak, ezt meg kell érteni, a Twitchen nincs szólásszabadság, nincsenek emberi jog. Ez egy cég. Ők úgy működnek, ahogy ők akarnak, ahogy azt nekik a profitorientáltság lehetővé teszi. Viszont én úgy gondolom, hogy így tulajdonképpen nem lehet megtalálni a közönségem, mert egyszerűen nem tudom. Ettől függetlenül tisztában vagyok vele, hogy van a Twitchen több mint 5200 követő is. Ez a rengeteg mennyiségű követő, ez nyilvánvalóan nem azért nyomta meg a követés gombot, hogy én most áttelepüljek YouTube-ra. De azt tudnotok kell, hogy a kor nézőim legnagyobb része, akik a legrégebb óta követnek, és tudom, hogy ebben is van kivétel, de a legtöbb néző az Twitchre, YouTube-ról jön át. A YouTube videóim alapján kezdik el nézni a streamet. Olyan is van, aki alapvetően Twitch streamjeim alapján talált meg, amikor az Zeldát streameltem, vagy akármit, teljesen mindegy, a legtöbben YouTube-ról jöttek át. Alapvetően nagyon jól tudjátok, hogy ezt az egészet nem a bevételszerzés miatt csinálok. Ha valaki a bevételszerzés miatt akar streamelni, annak a Twitch a legjobb hely, hiszen a Twitch-en lehet úgymond a legtöbb pénzt keresni. A Twitch fizet a legjobban a reklámok után, a Twitch-en van a legtöbb lehetőség arra, hogy a nézőidet úgymond lesápold, mert vannak csírek, vannak donationok, vannak feliratkozások, és úgymond egy csomó minden, vehetnek merch-ot, mindegy. Ez a YouTube-on is van, viszont a YouTube-on például a feliratkozás ingyenes, mert csak megnyomod a gombot, ugye ezt a Twitch-en kiváltotta a forumom. Úgyhogy a YouTube-ra nem az anyagiak miatt megyek át, hanem a lehetőségeim miatt. Amiért nekem a YouTube egy jobb platform, mint a Twitch, az elsődleges és legfontosabb, srácok, hogy a YouTube-on én jól érzem magam. Én szeretek a YouTube platformon videókat csinálni, videókat feltölteni, szeretem kitöltögetni a címkéket, egyszerűen nekem a YouTube felülete jobb, jobban érzem magam. Valahogy ez egy ilyen kondicionálás részemről, ami most már kialakult egy 2-3 hónapja, hogy a Twitch nem jó, a YouTube meg jó, így működik egy ember. Az a helyzet, hogy én elszántam magam arra a döntésre, hogy a Twitch-et ott hagyom, és átmegyek YouTube-ra. Ebben most nem szeretnék ilyen drámai videót csinálni, hogy úristen, mert olyan nagy dolog azért nem történik, ettől jóval nagyobb dolgok vannak a világban, csak mondom nektek, srácok, hogy ne érjen titeket meglepetésként, a YouTube-on fogtok megtalálni. Ezért is csinálom a videót, és most még gyorsan elmondom nektek, hogy miért pontosan a YouTube. A YouTube a Google tulajdonában áll. A Google rendelkezik a világ legjobb keresőmotorjával, és a Google gyűjt itt rólatok a legtöbb adatot, amit gyűjthet cég a világon. Higgyétek el, a Google-nél több adat van, mint a CIA-nél valaha volt összesen. Az FSB-től, a KGB-nál, persze az FSB a KGB-nek a utóda. Na mindegy, most nem menjünk bele. A lényeg, hogy rengeteg adata van a Google-nek, és a világ legjobb keresőmotorjával rendelkezik. Tehát, ha ti kerestek egy streamet, akkor nem olyan lesz, mint a Twitch, hogy benyomja az arcodba a 10 legjobban nézett csatornát, és egyszerűen le se tudod vakarni őket a monitorodról, és ez nem ellenük szól, higgyétek el nekem, csak mint kisebb streamer esélyed sincs a pályára lépni, mert egyszerűen nem tudsz, hiszen vákumszerűen felszívja az embereket a nagyobb csatorna, mert a Twitch konkrétan csak a nagy csatornák felé irányítja őket. Viszont a YouTube, ha ti feliratkoztak az én csatornámra, fel vagytok iratkozva a Huzabi csatornára, engem kitesz a fő oldalra. Látni fogjátok, hogy élőben vagyok. Míg a Twitch, hiába vagytok fizetett előfizetők, hiába nyomtátok meg a follow gombot, hiába szoktatok csírelni, nem leszek kint a főoldalon a Twitchen, hanem a főoldalon ugyanaz a megszokott 10 embert fogjátok látni folyamatosan. Vagy egy hottyúbb mikrofonnyalogató streamer lesz ott, vagy az éppen aktuálisan legtöbb nézővel rendelkező magyar streamer. De semmi probléma nincs. Még egyszer mondom, a Twitch egy cég, nyilvánvalóan pénzt akarnak ezzel keresni, így a legnagyobb tömeg felé visznek téged is, hogy te ott iratkozz fel és törzsd a pénzzel, amiből a Twitchnek lesz egy csomó. Rendben van, nem haragszom a Twitchre, de a YouTube-on ilyen szempontból nekem jobbak a lehetőségeim. Első körben azért is megyek át YouTube-ra, mert ott jobban érzem magam, másodszorban könnyebben megtalálom a közönségem, harmadsorban a YouTube, mint streaming platform technikailag évekkel megelőzi a Twitch-et. Viszont a YouTube-on sokkal kevesebb ember van, aki élő csatornát keres, én ezzel tisztában vagyok, de ezzel együtt is bevállalom azt, hogy inkább a YouTube-ra megyek át, mert jobban érzem magam a YouTube-on, mint a Twitch-en. Mi lesz azokkal az
emberekkel, akik előfizettek az én Twitch csatornámra. Ezek az emberek, tudnotok kell, hogy ezek, aki esetleg nem járatos a Twitchben, pénzt költöttek azért, hogy feliratkozzanak. Nektek, srácok, ha bármelyikőtök rám ír Discordon, Facebookon, Twitteren, teljesen mindegy, nyugodtan keresetek meg, vállalom nektek visszafizetni a feliratkozási díjatokat. Higgyétek el, ezt nem benyeltem, ha bármelyikőtök jelentkezik, nagyon szívesen visszautolom azt az 5 dollárt, bár tudnotok kell, hogy annak egyébként is csak a felét kaptam volna meg, mert a Twitch az 50%-át levágja, de ettől függetlenül vállalom visszafizetni nektek azt az 5 dolcsit, amivel feliratkoztatok. Ha esetleg valakinek nagyobb igénye lenne, jelentkezzetek és megbeszéljük. Tudom, hogy pénzről nem illik beszélni, de itt erről van szó, srácok, feliratkozás pénzbe kerül, ezzel én tisztában vagyok, ti azért költöttetek erre, hogy engem támogassatok, én meg most elmegyek Twitchről, ha nektek ez kell vissza, én nagyon szívesen visszaadom. A másik, akik viszont feliratkozók voltatok, és mai napig is feliratkozóim vagytok, higgyétek el, nem felejtettem el, itt van nekem egy gyönyörű szép lista arról, hogy kik a feliratkozók. Tudni fogom, hogy melyikőtök az, aki már régóta feliratkozó. Ugyanazt a sort fogjuk folytatni, tehát ha most például az egyik néző már 10 hónapja feliratkozik, aztán fizetős feliratkozása feliratkozik YouTube-on, akkor neki az a 11. folyamatos feliratkozása lesz. Oké, tehát ezt én számon tartom, de még egyszer mondom, ha bármelyikőtöket zavarja, nagyon szívesen visszautalom nektek. A YouTube-on a megszokott játékokat fogjátok továbbra is látni. Annyi változás lesz az egészben, hogy egy picit fel fogom frissíteni ezt az egészet, az egész felület meg fog változni. Nagyon-nagyon sokat dolgoztam vele az elmúlt időszakban, hogy ez megtörténjen, úgyhogy majd látni fogjátok. Egy frissebb és jobb élményben lesz részünk, ami biztos, én jobban fogom magam érezni a YouTube-on, mint a Twitch-en, és azt gondolom, hogy ez mindennél fontosabb. A YouTube csatornámon, azaz a Huzabbi csatornán fogtok engem látni, innentől kezdve élőben, Twitch-en többet nem leszek. Úgyhogy itt fogjátok tudni nézni, este 6-tól este fél 10-ig. Tudjátok, streamekben is tudunk beszélni, de most ezt azért dobtam gyorsan össze, hogy ne legyetek vakon hagyva, hogy ne csak az legyen egyik pillanatról a másikra, egyszer csak már YouTube-on vagyok. Így azt gondolom, hogy megfelelő időben szóltam nektek. Tehát hétfőn találkozunk a YouTube-on. Amit mindig el szoktam mondani, ha tetszett a videó, tudjátok, ne felejtsetek el feliratkozni, de most nem mondom végig. Köszönöm az eddigi figyelmet, innentől kezdve találkozunk a YouTube-on.